Oroszország a tejtermékeken, a húsokon és a gyümölcsökön keresztül állt bosszút azért, mert a nyugati hatalmak szankciókat vetettek ki rá a Krím-félsziget lerohanása után. A legjobban Oroszország ellenségei és szomszédai, valamint maga Oroszország szenvedi meg a tiltást. De az elemzők szerint a helyzet Magyarországra is veszélyes lehet. Kerner Zsolt összeállítása. A nyugati szankciók, ahogy egyébként az oroszok is, ártottak az orosz gazdaságnak, de még jobban azoknak a szomszédoknak, amelyek Oroszországba exportáltak. A de facto elemzése szerint a szankciók legjobban Oroszország szomszédainak és ellenségeinek ártottak. A balti országok, Litvánia, Lettország és Észtország élelmiszer exportjának közel kétharmadát vette fel Oroszország. Lengyelországot nem érinti ilyen mértékben a tiltás, de a lengyel alma exportőrök azért nagyon megszenvedik. A magyar vagy a német exportban a fentiekhez képest jóval kisebb az orosz piac súlya. A hatás felméréséhez azt is meg kell nézni, mekkora a vizsgált ország mezőgazdasági exportjában azoknak a termékeknek az aránya, amelyekre érvényes a tiltás. A balti országoknál és Lengyelországnál magas arányokat látunk, Magyarországnál viszont ez sem vészes. Az elemzők szerint Magyarország számára is kockázat azonban az, hogy Oroszország könnyedén befolyásolja a nemzetközi piacokat, csak azért, hogy odaszúrjon a nyugatnak. Még akkor is, ha saját maga is szenved tőle.